Amikor egy ilyen falat, hogy morog a hátadnál, hogy úgy jártam a
van egy, amelyik járkál a pettek után, és van egy kicsi kutyája. Olyan szépen elment mellettem, érted? Ő hátrán volt egy kicsit. És amikor meghallottam, hogy két lépést csináltam, és elkezdett morogni utána, és még hogy mit csorgattam, és mondom, tudod mi azt mondja? Te szedett a kutyában? Hát, én mikor jöttem hozzátok az egy nap előtt reggel, hogy jöttem ott le a lépcsőn, pont akkor engedte kielekesni a kutyáját. Tudod, hogy a kutya szembe futott velem, hogy kicsorgott? Aztán mondom, mi van te, hülye vagy nem? Az asszony ki tudja, hogy jaj, bocsánat, nem vettem észre, hogy jön, akkor nem engedtem. Nem, hogyha megharadom volna. De minek engedi ki? Hogyha megharadom volna. Azt én is mondtam neki, mondom, hogy jött a kutyát, te vállalval meg. Olyan meg kell suttolni, azt mondom, pedig kéne egyet jó suttolni, és kész, repüljön be a vállalba, aztán nem. Igen, de olyankor még suttolni sem. Hallod, ismered, szégyellem is magam, mert mondtam neki, mondom, hogy jössz a kutyáját, mondom, nem lesz. Mit akarsz csinálni? De most ha nem olyan van, hogy tudod, ezt te ezt kell, de majd ez nem most vagyok már végig. Ért az vagy a bőrejelvet is most van. Csak most. Hát nem tudom, mikor. Mit most tudsz elni csinálni? 3 óra felé, de hát aztán akkor azt mondja, hogy ilyen magam tönk is. Hát mondjál, és később még azt egy kicsit esetleg, hogyha én most. Most evett, ne adjál, most evett. Jaj, most evett? Jó, a pillolájó, gyulájó. Akkor majd később. Hát, de majd később. Te menj dolgozni, azt én tekszem, de hozzuk be a polvaszt. Miért cseppet? Mikor nem hittet ki már meg? Nem, ő fűzött. Akkor már a B-fért ide hozzám megcsinálom, és aztán a kúcsot kell ugye menni. De a B-férnél megcsinálom én. Nem, na lát, de esetleg szeresd, nem lesz semmi jól. Nem fagy meg. Mit csináltak ezek a bérletik a fognak az ablak? Ki anya vagy? Ugye, hogy mondtam, hogy Teddy meg Nem folytattam neki tovább. Az a gép nem olyan nagy, hogy végig kellett elég az ablakot. Mi a frak? Azt a gépet le kellett oda fixálni. Ja. Mozgott a gép, sajnálta? Hogy ne? Elment a kocsit, kapott a gép. Ezek nem fixálták be. Azt mondtam Tedinek, mert kérdeztem, az Zolitól kérdeztem, és azt mondtam, hát lehet, hogy valaki kivesztes, mondom, lehet, hogy amit más legyen, hogy legyen, hogy a színét a színét. Megkérdeztem Tedinkről. Na, hau, ne fixálták. És mondom, prostiás, hogy van nyert, hogy lepésté. Találkoztam, nem hogy folyam, hogy az de a gépet vettek ember olyan, mint a háború valóságban, mint azért gépét sem kaptak, atya úr is. Tegyek én, vettek te egyszerűen egy kicsit. Hát de hogy gondolták, hogy nem fixálják le? Ő nagy okos, a vejem nagy okos, hát nagy okos. Nem a vejével volt, nem a vejek csontot is. Jó, atya úr, János? Neked?
csak juttasd eszembe. Ideges, és tudom, hogy valamiban homályosodik meg. Jött az ilyen spémószak, de aztán vége. És
meg ott van a gyerekének, a unokának, a feleséget, főleg mosta. Nem dolgozik sehol. Valahogy nem tudom, hogy idézte, mert szült egy gyermeket. Hogyha Nórátában nincsen Bezsába, hogyha szült gyermeket Romániának, nem vagyám Bezsába. 230 millió lehet, hogy szült meg a gyermeket Romániának, szült egy gyermeket. Ha nem vagy Bezsába, de nem nézik meg, hogy van-e hova Bezsába, vagy nem, hogy fizetnek, vagy hogy nem. De 30 millió kettétes azért, hogy csináltam anyának egy gyermeket. Hát akkor én nem csinálom anyának egy gyermeket. Hát nézzél, az első érzének a fia a nagyobb. Összeállt a fejlődésre, Lórán. Szült a fejlődésre, a fejlődési szemvázás, Lórán csak úgy feketén. Aztán valahogy elintézte a régen, a népszállás, a minden. 30 milliót kellett volna fizetnem, szüljön a fejlődésre. Na, a cigánál fizettem. Na. Én már nem érzem, hogy eléged, vagy... Finom, egy szállt. Egyet! Annyit érzek, hogy a fejemben nem kapálunk. Ott van, hogy oda meg. Már hallom is rá. Jó, Isten, nem érzem. Azt akartam oda egy minikával. Ebéd után. Akkor könnyen oda esünk. Nem látta a kizállat, hogy nem látom. De úgy kérdeztem. De én nyújtam a szemembe, hogy kiképtem annyi. Ezek falunapok, ezek a falunapok, az emberek táncolnak, nem mint a bocsúk. Ásra mondtam az eszemét. És mondom, úgy elmennék egy ilyen sűre, hát nézd, de milyen jó ízülegen táncolnak. Nem mindítja, hogy... Hogy keringőztek, hogy táncoltak, aztán kint, sötétben. De már ott is megváltozott. Mi olyan nagy idő, de itt nem fogja neki. Már kacagom. Na, olyan ez a román nép. Ilyen. Ilyen. De állj meg itt kinni, én az is látok, hogy ezt nem bírunk, én azért nem ismerek is. Nagyon kevés magyar van, de a kicsi magyar is mi van, ezek a mocskos bocsok mi lehet. Igen. De miért? És ezt miért engedik? Ez nem van a szabad, szóval nem voltunk én. Egy olyan nagy zúgó eső jött hirtelen. Hát abban nem csótnak egyáltalán. Kim vagy hogy ilyen tudok leállni? Igen, de annak a román.
Mert hát, nem csak roma, hát az anyja magyar az urának az anyja. Az persze. Kutik lejár. Persze. De utána a kicsit is tud magyarul. Mert akkor én nem tudom teljesen, de sokszor elmegyek a vábukban, mondom, hogy elmegyek mellett, most nem tudom, hogy nem fogadta vége. Hát akkor csak Jó lett volna, hogyha sikerült volna, mert na,
az is még valami. Az is valami, de ez van. De, nekem mire, de én azt nem tudom, Edike, ne haragudjál, ha egyszer ez nektek jogosan, a csoport, a munkacsoport, a nyitott, akkor minek kell oda ügyvéd? Az nekünk nem kellett, az nekünk nem tudtak, hogy... Nem, nem tudták, csak ügyvéden keresztül. Ó, nem, itt valami érdekek vannak. Itt mindenhol csak érdekek vannak, higgyétek el. Itt mindenhol, már az a politika is mindenféle, mindenkinek csak érdeke van belőle. Becsület szavamra. Itt mindenki. Köszönöm.
hónap azt sütőn meg. Mondták, hogy mi van, vízzel nem elég?
járt idelőtt le, nem elég fizetésből a Éva. Mondta? Akkor, amikor hátra hívott engemet, nem tudom, te hol volt. Én kezdtem el, hogy 15 lej. Én nem kezdtem el, hogy 15 lej. Nem volt a kedvé. Én nem szeretem a két kérdőmét. Álló! Álló, kettőzött meg, álló! Nincs más, Éva. Nincs más. Na, hát nem érlek nem el. Most nem érlek el, Teri Zoli nem érlek el. Ez a hogy fogadom el, amikor már nem is kell rölni, mert hogy minden is van. Sorra tudom, mit legyen, hát akkor ne. De nekem ha egy doboz csokoládét adnak, én annak is őrlem, de... Amit kaszol elni van minden. Amit kaszol elni van minden, egyszerűen. De most már volt, még nincs mindennyia. Anna? Igen. Annak mindennyia van most. Nem igaz. Egészségem nincs. Nem igaz. Látnátok a kabánában, hogy ilyen légfogós, olyan légfogós, kutyapazda. De már van kabána? Na, nincs sem. De olyan légfogó rendben belé, mert a lég nem megy, ha megközelíti, meg is sült ott, akkor úgy, hogy mit érve? De mit érve? Mit érve? Na, akkor? Mit érve? Nincsen, nincsen még kabána, csak egy olyan terasz, hogy be van építve. Mostanában van ugyan hiába. De nincs, hogy beépítve, ilyen nyugodt életje nincs. Átlátszó. És ilyen valami, ilyen mint az ablak, de most hatírozott valami, nem tudom milyen. De valami kemény anyag. Tudom, milyen, mi, hogy mondtam, milyen műszál, milyen szál, üvegszálos, valami, nem tudom, mi a fele, nem értem. Tudok, hogy van, ők adják nektek a munkát, mert végképpen ők adják. A bézágy akkor is munkátok. Adják meg. De nekünk pénze. Ő is kapja mától a munkát. De neki van pénze. Mert ő már összegyűjtött a munkát. Neki van pénze. És ti este legyenek is tök nyugodtan. Azon gondolkoztok, hogy reggelre van kenyere, hogy pakolja. És van. De neki sokkal több gondja van. Hol hagyjál meg kimet? Ez így? Hagyjál meg kimet. Nem épp ugyanolták. De igen, de igen. Vagy mit csináljak? Örödnek semmivel sem. Te hiszed fel? Nem, mert megvan a benefitjük. Edi, te azt gondolod, hogy annyit pénzt kapunk, mi a cipőszre, amelyik kapunk fizetést? Hát biztos, hogy nem. Azért van. Biztos, hogy nem. Hiszed fel? Nekem a nőgondjuk nem kell. Köszönöm szépen. Akkor a nagy gondjuk van, te Laci. Meg van beszélve a munka, a munkát hozzák, a munkát viszik. Ők úgy intéznek itten, a szekcióban intézzük mi, amit nem, intézzük. Nem úgy van, nem úgy van. Nem úgy van. Holnap adja a fizetést. Mennyi pénz kell nekem 12-én? Nekem kell 100 millió lejt 12-én, mikor kapja a fizetést. Az megvan. Az még kell jöjjön. Állj meg, még kell jöjjön. Azon kívül, nem sajnálom őket egyáltalán. Meg, azon kívül kit angazsáljak és kit tegyek ki. Őket nem érdekli, ki nem érdekli. Laci, nem érdekli. Angazsálnak, hogy olyan dolgot angazsálják, hogy nem tudja, hogy miért nem tudja. Hallgatom, nem érdekli. Mi dolgozunk helyettük. Nem is érdekli, de a végotásból az asszonyokat angazsáltak, s a hülye régiek húzzák, s azok kapják. Két három hónapja hallottas, azt se tudja, hogy mi hát, de nem. Akkor tudja, mi a szakutat, mi a kárgyú. Hát ti nem értitek, hogy minden ember után kap pénzt az államtól te. És azon gondolkodik, hogy melyiket hogy angazsáljuk, hogy tegyek is, hova angazsáljuk, milyen tégre, téged kitett ez a tégről, felvesz a másik tégre, ennyit egy csinak, az a tégről, felvesz a másik tégre, mert kap pénzt az államtól te. Az ő privát ügye, azt a gondot ő saját magának csinálja, nem egyszerűen neki a gondot. Hát igen, csak
Csak én csináljam, de ő magáit csinálja, hogy ő gazdagodjon, nem azért csinálja, hogy nekem legyen jó, mert is. Hogy neki legyen jó, azért gondolom, hát nekem nem kell az önkódja, gondolkodzon ő, de... De én nem, nem, én aki még él, jól él. Én nem vagyok a helyben. Ne gondolj, hogy nem. Éljönnek neki magam, de azt mondom én neked, de te megállod a kicsi pénzt, gondolod, ja Istenem. Kifizetem a faktúrákat. Itt ebédelünk, ott ebédelünk. Kifizetem azt, marad egy kicsi pénzem. De azt mondom, hogy valahogy valahogy szabadtam, de valahogy ne látom. Sokszor nem is elég, sőt, azt nem tudják, mit jelent az, hogy nem elég neked egyik hónapról a másról a pénzre. De tudja, tudja. Elfelejtették. Elfelejtették. És este lefekszel, amin gondolkodós elalszol. Ők este lefeküdtek ketten. Ők este lefeküdtek ketten, és azon gondolkoznak, hogy holnap, vajon honnan tudnak még egy pénzt csinálni? Mert azon gondolkoznak. Gondolkoznak a francok? Azon gondolkoznak, hogy honnan basszam meg ezeket, hogy még többet szedjenek. Honnan fejlődik a pénzt? Hogy még többet dolgozzanak. Honnan, hogy csináljam, hogy ezeket hogy nyomjam meg jobban, hogy azon gondolkoznak meg. Én azt mondta, hogy holnap fejlődik a pénzt. Gondolod, hogy vajon hónap hogy lesz, vajon hónap mi lesz, vajon hogy csináljuk, hogy nem legyen. Igaz. Neki több van, mint neked. Hallgatja. Visszakapta egy komállat, azt mondod, hogy Istenem. Vajon hogy lenne, hogy csináljuk meg? Reparáciában, hogy csináljuk meg? Mi van, ha kérdezik? Persze! Nem igaz. Persze! A munkarjában, jó munkarjában a régen hoztam, hogy hozta a küldén, hogy alá kell írni 6-7-szer fölg a fejéklátát. Nem, ki az? Hát nem dolgozik itt. Ó, az hagyd így vannak. Hát az, hogy a hányan van, hogy a hányan van. Hát az anyós, az após, az anyás, az apja. Minden. Tehát az Isten fizessen meg az emberre kicsi sör. Megintem, a fejemben van a pálya. Hát amikor... Te iszol egy kicsi sört? Nem. Erika, te iszol egy csak sört? De nekem csak egy elégni. De tudnak, hogy én is itt egy kicsi. De ne tegy, ne a terítőt se. Ne, hagynék, hogy tudod. Elég, köszönöm, köszönöm, hogy ezt tett. Jaj, Isten fizesse. Isten fizesse, remélem. Jaj, Istenem. Egészségünk. Ismerős, de nem tudom, hogy vagy Furkajáró, persze, színét mutatom valamiben. Van hangja. Most jött helyre, mert mostán egy izéje volt, nagy ízés se volt, és beteg volt, most jött helyre. Furka János, hát. Ó, hát még jön, hát is. Alléluja, hát a színét, ő már színét. Jó színét. Már nem volt az ezt, az alléluja, alléluja. Volt. Elvénekel. Nem alléluja, hanem halleluja. A halleluja. De sokan érnek kerül, de mind ma... Nekem megvan a oldalamon. De ott, ha nem mondtál százszor, halleluja, halleluja,
Zsidó kurtot, zsidó. De ez most hát, akkor zsidó. Zsidó volna? Hát a szakor mitos. Ott van a sinagógában. Ott van a sinagógában. Ott van a sinagógában. Láttam én azt a papon is. Hogy énekel, mindenki hogy nézte, hogy maradt. Az is szépen énekel a pap. Szeretem, hogy énekel a boldog karácsony. Te még Tobit Armeri én. És látom, mama, nem kell szokálni. Megadtad meg az éternél, Jancsikas. Nem jó disznó. Nem jó disznó, nem. Ez a két disznó jó. Ezek kinyolták a választ. Nem, nem. Ez a disznó jó. Ez a disznó jó. Ez a disznó jó. Rossz hajtó disznó. Azért kell ti vegyetek örökké disznó. Rossz hajtó. Nem lehet, na, nem. Megjöttünk mindent. Halleluja, halleluja, de ezt a tászom mondta, halleluja. Hát ez mit csak úgy? Hát akkor adja a nyolajába, akkor ne innen. Na jó, kép. Nagyon jó színészed az okozat. Kaptuk egy filmet vele, de jó színész, jól játszottam, így mi színész jó. Nézik a sörbe egy ilyen. Haha, az kell még. Miért itt a sörben jól? Na, nem, nem. Vettem, nézd. Mindig nézd a sütka. Ez saját gyártmány. Saját gyártmány. A bio. Inkább mondjad úgy, hogy ez bio. Ez saját gyártmány. Szépen kárka. Te ki tovább. Köszönjük, és már tudtam főzni. Mi is azt mondjuk? Ön ki ide a múltó? Ki? Ön ki ide a múltó? Most mit akar? Az oké. Most a kávé az jól menjen, mert állandóan tencsik a kávé. Nem? 3 plusz 2 mi? Ez is elvihetett. Én van benne? Köszönöm. Kell venni egy olyan kóstó után, amikor morhát tépjük. Jééé! Nem olyan rákez. Nem olyan rákez. Tehát hogy olyan jó? Nagyon jó, hogy ott vagy, hogy mi van, hogy ott van, hogy ott van. Szerintem segítek el a fogadatot. Komolyan, nekem tőle. Olyan hamar elmosogatom, hogy jó. Üljetek vesztek, aztán egész nap nem dolgozom. Hát de miért csinálod így, akkor emel fel, és tenni a helyre. Igazad van. Tenni a helyre, és ennek hol a kabátja. Sem tiszta. Ezzel lehet tenni, nem jártam vele. Ez mit tesz a bal? Plastik vagy üveg? Üveg. Ez mit tesz mikor? Nem, ez nem boldog, ez a felejtő. Csak úgy tetszett. Ja, értem. Tetszett, a másik felé kicsit. Majd akkor jó. Tényleg.